Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Leszakadt ágak, kidőlt fák, tombolt a vihar Tolna megyében. Vidékfejlesztés és külkapcsolatok, Kakasdon tartották a megyenapi ünnepséget. Tanévkezdés, idén tornazsákkal kedveskedett Szekszárd a közel 400 elsősnek. Lovasnap Pörbölyön, 6. alkalommal szervezték meg a díjugratást. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Heves zivatar és felhőszakadás okozott károkat vasárnap éjjel Tolna megyében. A tűzoltókat számos helyre riasztották, leszakadt faágak, kidőlt fák, vízszivattyúzás vagy éppen villám miatt kigyulladt szénabálákhoz. Kidőlt fák, leszakadt faágak, beázott, megrongálódott épületek jelzik, hogy Szekszárdon vasárnap éjjel hatalmas eső tombolt. A helyiek azt mondják, évek óta nem láttak ekkora vihart. Hatalmas nagy vihar volt Szekszárdon, másfél-két órán keresztül tartott, szinte egy összefüggő esőfátyol látszódott, apró jéggel is. Hát ilyen mostanában egy-két éve biztosan nem volt ekkora esőzés. Ezek a felvételek Szekszárdon a Széchenyi utcában készültek hétfő délelőtt. Itt egy 5 méteres fa dőlt rá a főútra a hétfő reggeli forgalom kellős közepén. Egy közeli boltban dolgozók riasztották a tűzoltókat. Azt mondják, nagyon megijedtek, amikor hallották a robajt és az autók fékcsikorgását. Itt van az üzletem, és arra lettünk figyelmesek pontosan 9 óra 25 perckor, hogy egy hatalmas fékezés történik itt a főúton, és azonnal kinéztünk, és ez a hatalmas nagy fa rádőlt a főútra. A tűzoltókat számos alkalommal riasztották vasárnap éjjel és hétfő délelőtt, elsősorban leszakadt faágak, kidőlt fák eltávolításához Tolna megye szerte. A paksiakat 1, a dombováriakat 2, a szekszárdiakat pedig 6 alkalommal. Ezen kívül a bártaszéki önkormányzati tűzoltók vonultak Pörbölyre segítségnyújtásra, ahol egy családi ház padlás terébe csapott a villám és ott keletkezett tűz, illetve a paksi hivatásos tűzoltók is vonultak Tolna-Némedibe segítségnyújtásra. Itt a bálákba csapott villám, és annak következtében keletkezett tűz. Hétfőre a heves zivatarok miatt Budapestre és 12 megyére, köztük Tolna megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Emellett a felhőszakadás veszélye miatt Nógrád és Heves megye kivételével az egész országban elsőfokú figyelmeztetés volt érvényben egész nap. Az előrejelzés szerint kedden is folytatódik az esős időjárás. Olyan országot kell teremteni, ahol mindenki otthon érezheti magát, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Kakasdon a Tolna megyei önkormányzatnak a megújult faluház átadásával egybekötött megyenapi ünnepi közgyűlésén. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter adta át a felújított kakasdi faluházat. A Makovec Imre által tervezett épület Tolna megye egyik látványossága, így idén a megyenapot is összekötötték az eseménnyel. A miniszter az átadót követő ünnepi megyei közgyűlésen hangsúlyozta, egy nemzet akkor emelkedhet fel, ha mindenki lehetőséget kap a tovább lépésre, ezért a kormány legfontosabb feladata, hogy esélyt teremtsen erre. A modern városok és a magyar falu program megnyíló lehetőségei egymásba kapaszkodva egyszerre emelik a vidék minden szegletét. Közelebb hozzák az egyes településeket a korszerű utak és a vasúti kapcsolódás. Könnyebb lesz a gazdaság szereplőinek vállalkozni, új beruházásokat indítani. Reméljük, hogy könnyebb lesz orvoshoz és iskolába járni, és könnyebben talál mindenki sportolási lehetőséget. A kormány programokon kívül a paksi atomerőmű bővítése a következő években további lökést adhat nem csak Tolna megye, de az egész Dél-Dunántúl gazdasági fejlődésének. Ebből 10 évben ide lehet más ipart is telepíteni, olyan ipart, aminek semmi köze adott esetben az atomerőműt, de olyan ipart is meg lehet honosítani, majd később az orosz féllel vagy más külföldi befektetővel, aki ide kerül Paksra, azzal együttműködve, más piacokon is kooperálva új munkahelyeket, meg új innovációt biztosít a térségbe.
A Tolna megyei közgyűlés 2020-ig 27,5 milliárd forintnyi területfejlesztési pénz felhasználását koordinálja. Óriási munka volt az, és lobby munka is, hogy ezeket az uniós pénzeket, illetve nemzeti forrásokat ide tudtuk hozni. Most már tényleg az átadások vannak soron szinte egy éve. Jó érzés ez egyébként látni azt, hogy amiről döntöttünk néhány esztendeje, azok mind szépen valósulnak meg, és a következő években is pont ezt fogjuk látni, úgyhogy tényleg öröm ebből a szempontból. Tehát jó így politizálni, a politikában benne lenni, hogy kézzelfogható eredményekről tudunk beszámolni. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke úgy látja, a fiatalok egyre inkább kezdik felfedezni a vidéki élet szépségeit, és költöznek vissza a falvakba, a kormányzat pedig rendkívül sokat tesz azért, hogy mindenhol jó legyen élni Magyarországon. Minden előre mutat. Ha most ezt nem ragadjuk meg, és nem készítjük elő például majd a falu építő programunkat, amit még nem ismerek néven nevezni, de már a kormány tárgyalja, azt gondolom, hogy akkor ez újabb lehetőséget teremt Tolna megyének, Kakasnak, Jágónaknak, különböző kis településeknek, és lehet álmodni. Az ünnepi közgyűlésen átadták Tolna megye kitüntető díjait, amivel a térségben alkotó és példás tevékenységet folytató lakosok munkáját ismerik el. A megyenap folytatásaként vasárnap testvérkapcsolati megállapodást kötött Tolna és az erdélyi Hargita megye. A két megyét különös kapcsolat fűzi össze, a jelentős számú székelység. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes hagyományőrző csoport színpadi műsorával indult Kölesden a megyenap. Érdeklődve nézték a vendégek a Mátyás király életterei című tárlatot a Kismegyeházán. Érdekes volt, mert olyan információkat is megtudtam, amit eddig nem tudtam. A megyenapon írták alá a testvérkapcsolati megállapodást Tolna és az erdélyi Hargita megye együttműködéséről. Abban bízunk, hogy olyan cserékre, olyan közös fellépésekre, olyan akár gazdaság együttműködésekre, és ugyanakkor olyan barátságoknak a kialakításának a lehetőségére irányítsuk rá a figyelmet, amely erősebbé, gazdagabbá és mindannyiunk életét teljesebbé tudja tenni. A testvérkapcsolatok mindig is fontosak voltak az anyaország számára. Erről már a nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszélt. Potápi Árpád, aki a térség országgyűlési képviselője is, arra emlékeztetett, hogy a kormány 2015 óta évről évre egyre több pályázati forrást biztosít a határon túli települések közötti kapcsolatok ápolására és fejlesztésére. Nagyon fontos az, hogy továbbiakban is hasonló pályázatokat írjunk ki, és a településeink között élő kapcsolatrendszer legyen, hogy azt a hálót, amit próbálunk újra szőni az elmúlt évtizedekben, és 2010 óta pedig különösen, azt minél jobban meg tudjuk erősíteni. Soha ne tudják ezt már szétszakítani. A kulturális programokkal tarkított tolnai megyenapokkal, a 150 éves oszmán uralom után helyreállított közigazgatásról emlékeznek meg. Közel 400 elsős kezdte meg az iskolát Szekszárdon, mint minden esztendőben, ezúttal is megajándékozta őket a város. A nagyok feltöltődve a nyártól, a kicsik pedig megilletődötten, de csillogó szemmel érkeztek meg az iskolába. 400 első osztályos kisdiák kezdte meg tanulmányait a városban, és ez a szám évek óta közel azonos. Bedinger Kata is nagyon várta már az évkezdést. Amikor iskolába készültünk, akkor rengeteg mindent vettünk. Füzeteket, tolltartót, út, meg még sok mindent. Izgultam, amikor egy kicsit iskolába kellett mennem, de azért nagyon vártam. A város általános iskoláiba 3000 gyerek jár, hagyomány, hogy minden esztendőben valami olyan ajándékkal kedveskedik Ács Dezső a város polgármestere az elsősöknek, ami használható a tanulmányaikhoz. Ezúttal egyen tornazsákja lesz a szekszárdi első osztályosoknak. Úgy gondoltuk, hogy egy olyan ajándékot készítünk, ami nem csak szép és látványos, hanem hasznos is. Minden évben valami ajándékkal szeretnénk őket meglepni, amivel emlékeztetjük őket erre a napra, ami az életükben egy meghatározó nap, de azt is szeretnénk természetesen, hogy éreznék a szekszárdiasságot, és szekszárdinak érezzék magukat.
A város összes általános iskolájában felújítási munka zajlott a nyáron. A Dienesben és a Bakában a város, a másik két iskolában a Klik forrásait felhasználva újulnak meg a vizágyókok. Az ország valamennyi általános és középiskolájában megkezdődött a 2018-19-es tanév hétfőn reggel. A legtöbb iskolában az első nap még nem a tanításról, inkább a diákok új környezethez szoktatásáról szólt. Szomorúan hangzó megállapítással kell kezdenem. Sajnos elröppent a nyári szünet. A nyári szünet tényleg elröppent, ám a diákok legtöbbje mégsem volt szomorú, bárta széken a helyi Kanizsai Dorottya általános iskola hétfői tanévnyitóján. Közel 500-an kezdték meg itt a tanévet. Az elsősök közül sokakat még a szülei kísértek az első tanítási napra. Megmondták előre, mit kell hozni, de hát izgulunk egyfolytában. Itt az első napon még nem kellett tanulniuk a diákoknak. A legkisebbek például csak ismerkedtek az új környezettel. Türelmes játékos időszak kinél milyen hosszú időt igényel, ez fogja kezdetét venni. Játékos formában indul meg a tanulás, ismerkedés az iskola élettel, szabályokkal, környezettel, új emberekkel. Mindenféleképpen ezen van a hangsúly. Játékos önismereti foglalkozással kezdték a tanévet a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban a diákok. A cél az volt, hogy az első napokban összeszokjanak a gyerekek. Szerettük volna, hogyha nem szokásos módon, meg hagyományos módon beülünk a padba, és akkor elkezdődik az iskola, hanem egy picit megpróbáltuk ráhangolni a gyerekeket arra, hogy itt most együtt leszünk majd 4 évig, együtt fogunk dolgozni, meg kell, hogy ismerjük egymást, felelősek vagyunk egymásért, meg cselekedeteinkért. Tolna megyében összesen több 10 000 diák kezdte meg hétfőn a tanévet. 21,5 millió forintból újították fel a Hőgyész-Hegyhát általános iskola Gyönki tagintézményének tornatermét. A csarnokot hétfőn közel 300 diák vehette birtokba az első tanítási napon. A harmónia rendben fellépése magától értetődő volt a Hőgyészi Hegyhát általános iskola és gimnázium Gyönki tagintézményének sportterem átadóján. Nekik köszönhető ugyanis, hogy az első tanítási napon közel 300 gyerek vehette birtokba a felújított tornacsarnokot. Az együttes idén meghívást kapott az országos mérnökbárra, ott a tehetséges gyerekekre egy építőipari cég figyelt fel. Egy közös beszélgetésben hát elmondták, hogy elég nehéz körülmények között zajlanak a próbák, hiszen a Gyönki általános iskola tornaterme a hagy némi kívánnivalót maga után, elsősorban itt a talajjal voltak problémáink, és akkor a cég képviselői eljöttek ide Gyönkre, és az ismerettségnek köszönhetően megnézték a tornatermet, és úgy döntöttek, hogy egy 21,5 millió forintos támogatást nyújtanak az iskolának. Ebből az összegből sikerült a tornatermet teljesen felújítani. A legégetőbb a talaj cseréje volt. A régi parkettát felszedték, helyére ízületbarát gumiburkolatot kapott a terem. Ahogy az intézményvezető is kiemelte, ezáltal nem csak a gyerekek testnevelés óráit és a délutáni szabadidős sport tevékenységet könnyítik és teszik biztonságosabbá, hanem a város lakói is szívesebben jönnek majd a kímélő burkolattal bevont fedett terembe sportolni. 6. alkalommal rendeztek Pörbölyön lovasnapot, szombaton 6 településről közel 50 lóval indultak a díjugratáson és lovasügyességi versenyen. A Pörbölyi Lovasklubnak köszönhetően a településen egyre inkább kedvelt és közkedvelt sport a lovaglás. A 60 cm-es díjlovaglás zajlik a pályán, látványos versenyen vehettek részt az érdeklődők és a lovas sport szerelmesei a Pörböly kupán szombaton. Az előző évekhez hasonlóan idén is szép számmal képviseltették magukat a lovasok. Minden évben a képviselőtestület egyre több támogatást nyújt ennek, erre a napra, erre a rendezvényre. Próbáljuk úgy a környezetünket is kialakítani, hogy ez minél szebb legyen. Úgyhogy, és azt látjuk ma, hogy egyre több lovas érkezik minden rendezvényünkre. Mondjuk ez a létszám már 2-3 éve is már jelen volt, tehát egy ilyen 30-40 lóval érkeznek a versenyzőjeink. Az idei a 6. 2013-ban Vachler Olá Viktória hívta életre az ügyesség és díjugrató versenyt. Viktória maga is lovas, többek között a Pörbölyi Bodza Lovas Ese alapítója és vezetője. A kupán kimondottan szabadidős lovasok vesznek részt.
Ez kimondottan szabadidőverseny, tehát szabadidős lovasok vesznek részt rajta, tehát itt senki nem profi, mindenki amatőr lovas. Ez egyben verseny is, egy kis találkozó is a szabadidős lovasoknak. Ez egy ilyen egész napos lovasnap. Mi ezért is hívjuk lovasnapra, mert nem csak verseny, hanem kikapcsolódásra is lehetőséget ad. A kupára Bajáról, Mohácsról, Kalocsáról és Vaskútról is érkeztek versenyzők, akik 7 versenyszámban mérhették össze tudásukat. A délelőtti díjlovaglást ügyességi számok és derbi követte, majd a napot váltó csapatversenyek zárták. Idén közel 40 ló, majd 70 lovas, több mint 140 nevezés érkezett. A klub tagjai szép számmal és szép eredményekkel képviseltették magukat a pályán. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Intézménykorszerűsítéssel indul a tanév, a köznevelés jövőjéről tanácskoztak Kaposváron. Dugók várhatók, jövő nyárig megújul az M7-es Balatonvilágos és Zamárdi között. Kínai professzorok értékeltek, diplomatervezési program a műszaki karon. 500 iskola és 150 tornaterem, valamint uszoda újul meg országszerte, erről is beszéltek a Somogy megyei szakmai tanévnyitó konferencián Kaposváron. Madarász Hedvig, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője kiemelte, az életpályamodellt is továbbfejlesztik, így nagyobb megbecsülésre számíthatnak a pedagógusok. Kaposváron szintén köszönhető a modellváros programnak is, köszönhető a kormánynak is, több mint 1 milliárd forintot fogunk költeni arra, és a középiskolákra is bele valamit, hogy olcsóban tudják üzemeltetni, ne kell annyi villanyszámlát fizetni. Energetikai fejlesztéseket is végeznek ebben a tanévben az általános és középiskolákban a megyeszékhelyen. Erről beszélt Szita Károly, a település polgármestere a Somogy megyei szakmai tanévnyitó konferencián. Az eseményen azt hangsúlyozták, bevezetik a nemzeti alaptanterv módosítását, és fejlesztik a tankönyveket is. Emellett tovább bővítik a szakmai életpályamodellt. Hogy a teljesítményt, az egyéni teljesítményt minél jobban elismerje, ösztönözze, illetőleg a legfontosabb szereplők az intézmény vezetők számára is egy külön életpályát szeretnénk kidolgozni. A szakmai tanévnyitón Gerencsi Attila térség országgyűlési képviselője kiemelte, ma már a nemzeti össztermék 5,2%-át fordítja a kormány a magyar oktatásra, ez pedig meghaladja az Európai Uniós átlagot is. 500 iskola újul meg ezekben a napokban, szerte az országban. 200 000 diákot érint a felújítás, 150 tornaterem, uszoda felújítása, kialakítása zajlik, digitális kompetenciára küldtünk, több tízezer tabletet és notebookot adunk a gyermekek kezébe és a pedagógusok kezébe. Kínai professzorok és neves szakemberek értékelték az építészhallgatók diplomamunkáit. A 4x4 workshop elnevezésű találkozón 28 képzőhelyről érkeztek a résztvevők, akik nemzetközi szinten mérhették össze tudásukat. Az oktatók mellett nagy vállalatok képviselői is zsűrizték a terveket, így a frissen végzett egyetemisták akár munkalehetőséget is kaphatnak. Idén második alkalommal rendeztek építészeti találkozót a PTM műszaki és informatikai karán pénteken. Az esemény alkalmával kínai építész professzorok és neves szakemberek értékelték a mérnök hallgatók diplomamunkáit. A rendezvény a 4x4 workshop címet kapta. Kínaiak egyébként szeretik ezt a számmisztikát, tehát nem csak 4 hallgatót küldött minden képzőhely, hanem 4 oktatót küldött minden képzőhely, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen nyílt konzultáció. A projekt témafeltárástól kezdve a végén akkor már a megvalósult munkáig jutnak a hallgatók, a professzorok pedig hát a prezentáció közben kommentelik a munkákat. A találkozón 28 képzőhelyről érkeztek a résztvevők. A hallgatók így nemzetközi szinten mérhették össze tudásukat más országok egyetemistáival. Munkáikat mind a kínai, mind a hazai professzorok értékelték. Az oktatók mellett azonban szakemberek is helyet kaptak a zsűri asztalnál. A szponzorok is csatlakoztak Kína szerte az eseményhez, mert hogy az ő látókörükbe tudnak kerülni tulajdonképpen a legjobb válogatott szűrt hallgatók a keresztül, tehát ők így örömmel tesznek felajánlásokat a megvalósításra. Most is itt vannak egyébként több komoly építőipari vagy szakmai szervezet képviselője Kínából. Így a legjobb építészek akár munkalehetőséget is kaphatnak. Emellett a díjazott hallgatók felvételt nyerhettek a műszaki kar nemzetközi építészmérnök mesterképzésbe is.
Kellemetlen meglepetésben lehet része annak, aki nem tesz írásban bejelentést, ha legalább 10 000 eurónak megfelelő készpénzzel lépi át az Európai Unió határát, figyelmeztet a NAV. A nemzetközi utazások alkalmával több szabályra is figyelni kell. Az egyik ahhoz kapcsolódik, amikor valaki nagy összegű készpénzzel utazik az EU-ba, vagy hagyja el annak területét. Készpénznek minősül a bemutatóra szóló átruházható értékpapír is, például az utazási csekk, a váltó, a fizetési megbízás, a kötvény, a részvény. Amennyiben valaki az Európai Unióból utazik, vagy az Európai Unióban is a nála lévő készpénz összege eléri a 10 000 eurót, annak az a kötelezettsége, hogy ezt be kell jelentenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Maga ez a nyomtatvány elérhető az adóhivatal honlapján is. Dugókkal indult az M7-es autópálya Balatonvilágos és Zamárdi közötti szakaszának felújítása, több mint 20 kilométeren modernizálják a strádát. A munkálatok 210 napig tartanak, a cél, hogy a jövő évi nyári főszezonra befejezzék a korszerűsítést. Sebességkorlátozás, sáveltolás nehezíti egy hete az autósok életét az M7-es autópályán Siófok és Zamárdi között. A Magyar Közút munkatársai szerint a munkálatok megkezdésével nem lehetett várni. Fontos szempont volt még a munkák ütemezésénél, hogy ebben az évben kb. 8 kilométernyi szakaszt fel kell újítanunk még a téli üzemeltetési időszak előtt, és tavasszal a lehető leghamarabb folytatnunk kell ezeket a munkákat, hogy még a nyári újabb főszezon előtt be tudjuk fejezni mind a 20 kilométeren a teljes körű felújítási munkákat. Az első komolyabb dugó a múlt hétvégén alakult ki. Vasárnap délelőtt így nézett ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldala. A várható idő, ami a szokásoshoz képest már most a kétszerese. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mikor érünk fel. És folyamatosan nő a menetidő, mutatja a GPS, úgyhogy lefelé jövet 3,5 órába telt pénteken. Úgyhogy szerintem most is egy 2,5 óra biztos, hogy lesz. Az autósok jelentős része szerint szükséges a felújítás, csak az időzítés volt egy kicsit korai. Csak nem a nyár végére, pont amikor mindenki jön le, meg fegy föl. De borzalmas állapotú volt. Én nap mint nap erre járok, és tudom, hogy rossz. Kiesik a kerekkel kocsinak, sokszor olyan nagy gödör van. Bár a forgalom ezen a héten már nem volt jelentős, a tegnapi tömegbaleset órákra megbénította újra a közlekedést az M7-esen. A rendőrök azt kérik a közlekedőktől, hogy nagyobb körültekintéssel és a sebesség, valamint a követési távolság betartásával közlekedjenek. Sajtóbejáráson mutatták be a kiszélesített és teljesen megújult Hegedűs János utcát Pécsen. A Mohácsi út és az Üszögi út közötti utca beruházása a végéhez ért, mostantól nem kell egy sávra szűkülő aszfaltsíkon osztozniuk az autósoknak a vasúti híd alatt, ugyanis azt lebontották, az utat kiszélesítették. A beruházásnál gondoltak a gyalogosokra és a busszal érkezőkre is. Egyelőre gyalog járták be a megújult Hegedűs János utcát a meghívottak pénteken. Ez köti össze a Mohács és az Üszögi utat. Több cég telephelye található itt, ezért is volt fontos, hogy például az utat egy sávra szűkítő vasúti hidat elbontsák. Itt volt egy vasúti átjáró, biztosan sokan emlékeznek rá, hogy milyen körülmények voltak, részben a beszűkülés miatt, részben pedig az útpálya miatt. Ez is rendezésre került, ez egy nagy munka volt a vasúti felüljárónak az elbontásával, és ezáltal szintén a terület átjárhatósága növekedett. Egyrészt nem lesz egy beszűkülés, nem lesz egy lassítás, másrészt pedig nyilván a tervforgalom számára is egy könnyebbséget jelent az itt lévő vállalkozások, vállalatok, cégek számára. Járdát is kialakítottak, valamint két buszöblöt. Így a helyi közlekedéssel érkezők biztonságosan átkelhetnek ezen a szakaszon. A megújítást pályázati pénzből fizette a pécsi önkormányzat. A fejlesztés egy Európai Uniós forrás segítségével, egy top forrás segítségével 350 millió forintból valósult meg. Az első szakasznak most a végéhez értünk, és szeptember 3-a után egy második szakasz fog következni, ami a Mohácsi utat érinti. A Hegedűs János utcán az utolsó munkálatok folynak. Szeptember 3-ára, vagyis hétfőre azonban már teljesen készen várja az erre közlekedőket. A Mohácsi útnak ez a része következik, vagyis a Hegedűs utca és a Tüskésréti út közötti szakasz újul meg a folytatásban. Végül a legfontosabbak, még egyszer röviden. Leszakadt ágak, kidőlt fák, tombolt a vihar Tolna megyében. Vidékfejlesztés és külkapcsolatok, Kakasdon tartották a megyenapi ünnepséget.
Tanévkezdés, idén tornazsákkal kedveskedett Szekszárd a közel 400 elsősnek. Lovasnap Pörbölyön, 6. alkalommal szervezték meg a díjugratást. Kedden sok felhőre, gyakori esőre, záporesőre, zivatarokra lehet számítani, a déli területeken lehet némi napsütés, mérséklődik a meleg. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkelteti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!